2015. augusztusában csatlakoztam a céghez a Young Professional gyakornoki program keretén belül, mert akkor tájt ismertem meg egy vasútmérnök lányt, akivel épp terveztünk összeköltözni, ez pedig hát akkor sem volt ingyen. Helyzet az, hogy az a szerelem már tovaszállt, én viszont maradtam a szoftverfejlesztő vágányon, és megtanultam azt, hogy abszolút érdemes szenvedélyből munkát választani. Jelenleg egy olyan termékfejlesztésén dolgozom, ami körülbelül 15 éve aktív fejlesztés alatt áll. Ennek köszönhetően lehetőségem volt megtanulni azt, hogy hogyan lehet hatékonyan nagyra nőtt kódbázisokkal dolgozni, illetve kaptam egy olyan szemléletmódot is, ami segít abban, hogy időtálló mérnöki megoldásokat és érett technológiákat válasszak. Egy olyan projektben veszek részt, aminek a fejlesztése az előző évtizedben kezdődött. Waterfall metodológia szerint és teljesen manuális tesztelés mellett. Mára viszont büszkén jelenthetem ki azt, hogy a termék egyik részét agilis módszertanokkal, érett modern technológiákkal fejlesztjük, teljesen automatizált minőségbiztosítási megoldásokkal. Ebből azt tanultam, hogy ha újító szemlélettel igyekszem hozzáállni a feladatokhoz, és legjobb tudásom szerint elvégezni azokat, akkor folyamatosan adódnak lehetőségek arra, hogy új technológiákkal és izgalmas kihívásokkal találjam szembe magam. Volt lehetőségem előadói szerepben is kipróbálni magam, mind céges belső előadóként és nemzetközi aviatika IT témájú konferencián is. Ez az élmény megtanított arra, hogy alapvetően az emberektől nem kell félnem, és hogyha kiállok a közönség elő, akkor valószínűleg nem fognak megdobálni. Megtanultam, hogy milyen érzés egy olyan nagy család része lenni, mint a Lufthansa csoport. Megtapasztaltam ezt az érzést, hogy gyakorlatilag bennfentes vagyok egy olyan közegben, ahol a többiek csak vendégek. Például szenzációs élmény a pilóta fülkéből a naplementét végignézni.